Hello srácok, Máté vagyok, ma újra festeni fogunk, és megint egy swipe-ot fogunk készíteni, amiből már csináltam ezt a kisebbet, gyakorlatilag ez a reflection swipe, amit csinálni fogunk. Tehát megint be fogom fedni ezt az egész vásznat fehér festékkel, és utána a közepére fogok húzni egy pár színes csíkot, amit utána mindkét irányba elterítek a vászon, és remélem, hogy az előzőhöz hasonló eredmény fog kijönni belőle. Gyorsan elmondom az anyagokat megint, amit használok. Az öntő médiumom az Ovatrol Floetról, a fehér színem az Amsterdamtól a titánium fehér. Ezt a fehéret úgy kevertem ki, hogy négy rész Ovatrolhoz adtam egy rész festéket, és ebből jött ez az igazán híg keverék ki. Alig hagy egy kis dombocskát, inkább rögtön visszasüllyed a felszínébe a pohárban levő festéknek, tehát ehhez nyilván vízzel kellett hígítanom. A színes festékeim DecoArt Extreme Sheen 24 karátos arany, DecoArt Extreme Sheen, ez a gránát kőszín, Artézától ez a gyöngyház türkiz, és ezeket úgy kevertem ki, hogy két rész Floetrolhoz adtam egy rész festéket, a híg oldalon van, sőt még az előző swipehoz képest még jobban hígítottam rajta, hogy még folyósabb legyen. Ezekből nem kell nagy mennyiség. A swipehoz pedig ezeket a plastik lapokat fogom használni. Most megint azzal fogom kezdeni, hogy befedem ezt a vásznat fehérrel, ami egyébként egy 40x80 cm-es vászon, méghozzá mély oldalú.
Na, srácok, hát ennyi volt ez a mai videó, ilyen lett ez a kép, hát túlélésért küzdöttem, de a végeredménnyel nagyon elégedett vagyok. Szerettem volna, hogyha több fehér megmarad, de így is tetszik összességében, olyan, mintha egy folyó itt végigvonulna a közepén. Mindjárt csinálok róla egy pár közeli képet, hogy ti is jobban meglássátok a részleteket, remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Én így első próbálkozásra egy ilyen nagy vászon elégedett vagyok, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szárad. Remélem tetszett nektek is, ha igen, dobjatok egy lájkot, egy kommentet, iratkozzatok fel a csatornára, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!